az elektromos áram mágneses hatása, mágneses indukció. Az elektromosság és a mágnesesség szoros kapcsolatának fontos jelenségét fogjuk ebben a kísérletben vizsgálni, ez pedig az elektromágneses indukció. Ha egy vezetőt mágneses mezőben mozgatunk, akkor a vezető elektronjaira erő hat, amitől azok elmozdulnak, így feszültség keletkezik, idegen szóval feszültség indukálódik. Akkor is indukálódik feszültség, ha egy vezető egy tekercs körül változik a mágneses mező. Ezt nyugalmi indukciónak nevezzük. Az indukció jelenségén alapul a generátoroknak a működése is. A kísérletünkben egy 400-as, illetve egy 200-as menetszámú tekercset fogunk megvizsgálni. Egy digitális multimétert fogunk segítségül hívni, illetve egy mágnes rudat fogunk használni. A kísérletben pedig igazából ezt a mágnes rudat majd a tekercs belsejébe beletoljuk, majd pedig kihúzzuk és megnézzük, és leolvassuk, feljegyezzük, hogy milyen értékeket mutat a digitális multiméterünk. Először próbáljuk meg a 200-as menetszámú tekercsel, próbáljuk meg először a mágnes csak szép lassan belehúzni és visszatolni, írjuk föl az értékeket, amiket leolvastunk. Próbáljuk meg ezt is többször. Jegyezzük meg az eredményeket. Most pedig vizsgáljuk meg úgy, hogyha nagyon gyorsan beletoljuk és nagyon gyorsan kihúzzuk, hogy milyen értékeket olvashatunk le. 1, 2, illetve 3. De ezt megfigyelhetjük, hogy magasabb értékeket olvashattunk le. És a kísérletünkben most próbáljuk meg a 400-as menetszámú tekercsel is ugyanezt a két vizsgálatot. Jegyezzük föl itt is az eredményeket. És próbáljuk meg itt is azt, hogy gyorsan ebben az esetben mi történik. Jóval magasabb értékeket tapasztaltam, le is jegyzem őket. Ezeket az értékeket írjuk akkor be a munkafüzetbe, esetleg átlagoljuk. És igazából megnéztük a tekercseknek a mágneses indukcióval kapcsolatos hatásait, ugye mágnes segítségével. Csináljátok meg ti is a kísérleteket, jó munkát hozzá!